Az elmúlt évekhez hasonlóan az adventi időszakban jelentősen megnőtt a forgalom a bevásárló és üzletközpontok, valamint karácsonyi vásárok helyszínein. A nyíregyházi karácsonyi vásárban több mint 50 árus és egy 30 méter magas óriáskerék fogadja a sétálókat. Az ünnepi hangulat azonban sok esetben elvonja a figyelmet, és a gyanútlan járókelők könnyen bűncselekmények áldozataivá válhatnak. A rendőrség fokozott körültekintésre hívja fel a lakosság figyelmét. Kiemelten kezelő rendőrség az év ezen időszakát. Nyilván, aki gépkocsival közlekednek, azok igyekeznek olyan helyen leparkolni az autóval, a nagy forgalom ellenére és a túlzsúfolt parkolók ellenére, ami viszonylag kivilágított, vagy nem eldugott helyen van. A gépkocsit csukják be, zárják le az ablakokat, és győződjenek is meg arról, hogy nem marad semmi sem az utas térben. Ilyenkor, ami előfordulhat, leginkább a zsebtolvajlás, nyilván a piacokon, bevásárlóközpontokban ez sajnos elő szokott azért fordulni. Nagyon fontos, hogy annyi értéket vigyen mindenki magával, amire szüksége van. Tehát készpénzt, ha lehet, inkább ne vigyen magával. Bankkártya használatot támogatja a rendőrség, fontos, hogy a bankkártya mellett a PIN-kód azért ne foglaljon helyet. Aki főleg a hölgyek táskával közlekednek, azok a táska leginkább a test őrizetében legyen, tehát ne a hátán legyen, hanem inkább saját maga előtt. Tömegközlekedési eszközökön, vonatokon, autóbuszokon szoktak a zsebesek dolgozni. Ha valaki vonaton közlekedik például, és mondjuk el kell menni a mosdóba, akkor azt a táskát, amiben az értékei vannak, azt vigye magával minden esetben. A bevásárlások során elő szokott fordulni sajnos, hogy a kabátban lévő pénztárcát, vagy magát a ilyen kézitáskát is azt benne hagyja a kosárba, közben valamilyen terméket keresnek, magára hagyva őrizetlenül marad a pénztárca, vagy akár a táska, és ilyenkor sokszor elő szokott fordulni, hogy eltulajdonítják. Amennyiben bármilyen jogsértés történt, érdemes a legközelebbi rendőrhöz fordulni, vagy a 112-es központi segélykérő telefonszámot felhívni. Nem kell szemérmesnek lenni, hogyha valakivel történt egy ilyen bűncselekmény, akkor azt nyugodtan tegyen bejelentést, hiszen azt is látni kell, hogy akik ilyen bűncselekményt követnek el, azok sorozatjelleggel valósítják ezt meg. Tehát csak akkor tudjuk őket megfogni és a bíróságra állítani, hogyha lehetőség van arra, hogy egyáltalán tudomást szerez a rendőrség róla. Amit még szeretnék kiemelni ezzel az időszakkal kapcsolatban, az adománygyűjtés időszakát éljük, viszont azt tudni kell, hogy adományt csak olyan személyek gyűjthetnek valamilyen legális szervezet nevében, akik arcképes igazolványra rendelkeznek. És ami még fontos, hogy senki ne adjon át pénzt a helyszínen, hanem kérjen egy folyószámlaszámot, vagy pedig kérjen egy csekket, és azon keresztül lehet rendezni az adakozni kívánt összeget. A rendőrség idén is a lakosság fokozott figyelmét és körültekintését kéri az ünnepi időszakban, hogy elkerülhetőek legyenek a kisebb személy és vagyon elleni bűncselekmények.